Szent Igét. Ézsaiás könyvéből olvassuk, ugye, hogy a 33. részben találjuk megírva. A 17. verstől kezdve a 22. verset befejezőleg. Ézsaiás könyvét lapozzuk tehát fel, és Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét a 33. részből a 17. verstől kezdve olvasom, a 22. verset befejezőleg. És a jelzett helyen pedig Isten igéje a következőképpen hangzik. Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat. Eszedbe jutnak a rémségek. Hol van már az összeíró, hol az adószedő, hol a tornyok összeírója. Nem látod többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni. Nézd a Siont, ünnepeink városát! Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, szövekeit nem húzzák ki soha, egy kötelesen szakad el. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Mert az Úr, ami bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket. Amen. Nem véletlen az, hogy Ézsaiás prófétát vannak teológusok, akik az Ószövetség evangélistájának tartják, hiszen sok olyan proféciája van, amiben feltűnik a Mesiás születése, földönjárása, távozása, vagy éppen az a kor, amit az ő második érkezése hoz majd el. Eszembe jut valaki, aki gúnyolódott az Isten országának az érkezésével. Egyáltalán a mennyországnak a gondolatával. És azt mondta, hogy a világ országait meg lehet mutatni mindegyiket, de mutassuk meg a térképen, hogy hol van a mennyország. Testvéreim, aki nem érti, hogy a mennyország, az Isten országa hogy van jelen, az csak gúnyolódik, mert azt sem tudja, hogy mit beszél. A lelki dolgokat lelki emberek értenek meg, aki csak a fizikai valóságot látja, és nem képes elvonatkoztatni ettől a látható, tapintható világtól, az nem fogja megérteni. Csupán figyeljük meg az imádságot, amit Jézus tanított nekünk, és mindjárt rájövünk, hogy hol van a mennyország, hol van az Isten országa. Úgy tanuljuk ezt, úgy mondjuk az imádságban, hogy mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és most következik, hogy hol van Isten, hol van az ő ország. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis Isten országa ott van, ahol megvalósul az ő akarata. És ha a te szívedben megvalósul Isten akarata, akkor a te szívedben már beköltözött az Isten országa. Az egy más kérdés, ha a mai Biblia órának az anyagát nézzük, amit majd nem sokára fel fogunk olvasni, a Máté Evangélium a 25. részében azt mondja Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, hogy akkor eljön majd az embernek fia dicsőségbe, beül az ő királyi székébe, az ő angyalaival, hatalommal és dicsőséggel fog megjelenni. Most testvéreim! Azért nem látják az emberek egyelőre az Isten országát, mert az Isten országa csak a szívekben van jelen, és ott van jelen, ahol Isten dicsőíti, ahol Isten magasztalja. Amikor Jézus itt járt 2000 évvel ezelőtt a földünkön, akkor ő már így jelezte, térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa, ő benne. És ahova ő belép, ott van az Isten országának egy szelete,
akár a te szívedben, akár a szeretteidnek a szívében. Ahol az Isten országa megvalósul, ez az ország már jelen van, de egyszer, és erről beszél itt Ézsaiás proféta, meg ezt mondja Jézus is, ilyen puzzle-ként ki lehet rakni a Bibliából, meg fog érkezni az Isten országa hatalommal és dicsőséggel, és szétfeszíti ennek a mostani létnek a korlátait, és eltűnik minden, ami szentségtelen, és egyedül csak a dicsőséges ország marad meg, és a dicsőséges országnak a viszonyai, mint ahogy ebben a felolvasott igében is láttuk. Az Isten országának az eljövetele, így ahogy Ézsaiás proféta is látja, az utolsó idők eseményeiben, ez boldog véget ad mindazoknak, akik ragaszkodnak Istenhez, és akik várják az ő fiának a visszajövetelét, a második eljövetelét. Ugyanis testvéreim, mindannak dacára, amit most tapasztalunk a világban, a gonoszság szaporodása, az igazságtalanság, az erkölcsi viszonyoknak a végleges torzulása az, ami valóban most egy valóság itt körülöttünk, egy szellemi, sajnos és fizikai valóság körülöttünk, ennek vége lesz. Ugyanis azt olvassuk itt, ha az előző verseket is olvasnánk, amiket a múlt vasárnap olvastunk fel, akkor azt látnánk, hogy Ézsaiás proféta nyilván beszél arról, hogy ahogy közeledik az Isten országa, ahogy egyre közeledjön Jézus Krisztusnak a második eljövetele, Isten ítélete fog zajlani. Isten megítéli az övéit is, a gyülekezeteket is meg fogja ítélni, meg fogja ítélni az ő választottait is, és most pedig azt olvastuk fel, hogy meg fogja ítélni az ellenséget. Az ellenséget, azt mondja, olyanok lesznek, mint az oltott méz. A Mesiás érkezése, testvéreim, dicsőséges lesz, így ahogy olvassuk. Nézzétek csak meg, hogy milyen szépen fejezi ki magát a proféta. Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod a tágos országot. Látni fogják azok, akik az utolsó időben élnek, ahogy Jézus Krisztus leereszkedik az olajfák hegyére, és amit elvártak volna tőle ezelőtt 2000 évvel, mert azt várták, hogy egy hatalmas, minden más hatalmat elsöprő hatalommal megjelenő királyról lesz szó, na most úgy fog jönni. Az ő hatalmának angyalaival, az ő dicsőségével el fog jönni, és mindaz, amit az ember valamikor álmodott, amiről az ember valamikor csak remélt, az meg fog valósulni Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésekor. Azt mondja, nem látott többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni. Nézd meg, Siont, az ünnepelt várost! Testvéreim, a Biblia makacsul kitart amellett az elmélet mellett, hogy az utolsó időknek az eseményei összefonódnak Jeruzsálem történetével és a zsidó népnek a történetével. Figyeljétek meg, mennyi összeesküvés elmélet, meg mennyi bolondságot találnak ki a zsidó néppel kapcsolatban. Őket okolják minden bajért, a zsidókat, ami a világon van. Ez egy ördögi dolog, ezzel nekünk nem szabad még oda se figyelni. Isten meg fogja ítélni az ő népét, de nem csak a zsidó népet fogja megítélni, megítéli a magyar népet is, megítéli a román népet is. Megítéli az ő gyülekezetét, testvéreim. Amikor arról értesültek, hogy a gyülekezetekben problémák vannak, az atyafiak között érthetetlenségek vannak, meg kell barátkozni a gondolattal, hogy Isten ítéli az ő népét. Ugyanis meg kell látszódjon, amikor az ötvös elkezdi melegíteni azt a mindenféle fémet, amit beletesz az edényébe, és kezdi forralni, kezdi melegíteni, amikor az ezüstöt akarja leválasztani a többitől, az nem megy tűz nélkül, az nem megy olvadás nélkül. Most is így lesz, testvéreim. Nem csak az Isten országa közeledik lassan dicsőséggel, és áttöri ennek a lénynek, ennek a valóságnak a korlátrét, hanem Isten közben készít benneteket is az ő országára. És miközben az Isten tüze, miközben bekerülünk ebbe a tűzbe, kiderül rólunk, hogy ki az, aki oda való, ki az, aki nem. Ezért jól tesszük, ha ahhoz ragaszkodunk, amit Jézus mondott nekünk, üzent ezelőtt 2000 évvel, hogy akik meg akarnak állni az ember fia előtt, azok
meg ne feledkezzenek a naponkénti imádkozásról. Azt mondja az Úr Jézus, hogy meg ne restüljetek, nehogy az élet gondja, vagy a gazdaság családsága, vagy valami elfordítsa a fejünket az imádkozásról. Ne feledkezzünk meg, állandóan könyörögni azról, hogy megállhassatok az emberfia előtt, amikor eljön az ő országában hatalommal és dicsőséggel. Nos, ezt a boldog véget látja Ézsaiás proféta, aki boldogan mondja el, hogy nekünk tulajdonképpen testvérek, akik ragaszkodunk Jézushoz, ragaszkodunk az ő dicsőséges országához, ragaszkodunk az ő törvényéhez, ragaszkodunk az ő igényéhez, nekünk nincs mehet félni, mert azt mondja, az Úr, ami bírálunk, az Úr, ami törvényadunk, és az Úr, ami királyunk, ő megsegít bennünket, ő segít meg bennünket, és meglazulnak a köteleiket, és eljön az a boldog vég, amiről beszéltünk eddig is. Nem csak a fizikai valóság, hanem a lelkünk sem sérül többé, akik belépünk az Isten országába. Most a fizikai valóság sérül, testvérek, miért sérül? Mert előfognak bennünket a betegségek, elveri a jég a határt, leomlanak földrengések közepettében házak, paloták, utak, olyan dolgok történnek, hogy ami az ember életére nézve veszélyt jelent, életveszélyes dolgok történnek körülöttünk, ez az igazság, de amikor eljön a Mesiásnak a birodalma, amiről itt Ézsaiás proféta beszél, akkor sem a fizikai világ nem sérül többé ebben az országban, és sem a lélek elrejtettsége, az Istenben elrejtett lélek sem sérül többé, hanem biztos kézzel leszünk ott az Isten országában, a Mesiás országában. Azért mondja, hogy nem látok többé ezt a népet, és folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, vagyis hajók, nem járnak rajtuk büszke hajók, hanem még eszünkbe se jutnak azok a rémségek. Hol van már az összeíró, hol van már az adószedő, hol van a tornyok összeírója, és Jeruzsálem hajlékát többé nem bántja senki, nem kell sátrat bontani, nem kell kihúzni a cöveket, minden maradhat azon a helyen, ahol valamikor volt. Kedves testvéreim, ha most visszagondolunk arra, hogy tulajdonképpen bennünket az érdekel, hogy hogyan fog meg bennünket megítélni Isten, akkor csak két-három mondat erejéig gondoljunk vissza a múlt vasárnapi délutáni leckénkre, hogy annak a leckének volt vagy két-három üzenete. És pedig, akik ott szeretnénk lenni ebben a dicsőséges országban, azt szeretnénk, hogy ez az ország befogadjon bennünket, és mi is a polgárai lehessünk, akkor nekünk azt tudni kell, hogy az üzenet, az egyik üzenete a múlt vasárnapi leckének, hogy nem véletlen az, ami történik. Nehogy azt gondoljuk, hogy valami esetlegesség van a dolgok folyamányában, hogy véletlenül történik az, ami történik velünk. Nehogy azt gondoljátok, testvérem, hogy amikor valami rossz történik, vagy amikor csóválni kell az embernek a fejét, amiatt, ami történik, hogy az véletlen. Csak az Isten akaratával lehetséges, másképp nem történne meg. Ő akkor állít meg egy gondolatot, akkor állít meg egy cselekedetet, amikor akarja. Ha mégis engedi, hogy végig menjen. Egyszer pont azt kérdezte tőle valaki, hogy Isten miért nem akadályozza meg a gonoszságot? Hát ha megakadályozná testvéreim a gonoszságot, hogy ne vigye végbe a gonosz, amit akar, akkor minek alapján ítélné meg majd az ítélet napján? Ha engem mindig megakadályoznának abban, hogy ne lopjak, s közben a szívemben ott van a lopásom, valamit csak látok, bármit mozdítsak meg. Azért, amiért megakadályozzák, hogy ellopjam, akkor én még tolvaj vagyok, csak nem tudok lopni. Nem fog megváltozni a szívemnek az indulata. Ezért Isten engedi a gonoszságot. Engedő, mutassa ki a fog a fejére, annak alapján fogja elítélni. Pedig megmondja, hogy ne csinálja. Adja nekünk a 10 parancsolatot, de nem állít kerítést oda, hogy ne tudjuk megtenni. Azt mondja, hogy ne jöjjetek hozzá a fához, mert ha hozzányúltok, meghaltok. De ez csak az ő beszéde. Ezen át lehet mászni. Most is ugyanígy van. A profétákon keresztül figyelmeztette a népet. De ezen a beszéden, ezen túl lehetett nézni. Ezt a beszédet semmiben lehetett venni az embernek a saját romlására. Aki viszont megtartja az Isten beszédét, az jól teszi. Tehát az első,
az első dolog, amire emlékeznünk kell, hogy Isten megítéli az ő népét, nem összebiztonság az, ami történik körülöttünk. Mindenben benne van Istennek a megengedő akarata, és az ő felügyelete mellett működhet csak a gonosz. A második testvéreim, amikor látjuk a sok igazságtalanságot, meg gonoszságot, akkor ne azon gondolkozzunk, hogy vajon Isten miért nem ítéli meg bár ezt a sok gonoszt. Higgyük el, testvéreim, hogy megfogja. Csak kétféle ítélet létezik, ami végbe ment, és ami végbe fog menni. Biztos, hogy Isten mindenféle gonoszságot megítél. Na most, ha valaki szeretne megszabadulni attól a tűztől, ami támad ezen a világon, mielőtt visszajön az embernek fia, vagy attól a tűztől, ami már is folyik egy-egy helyen a lelkekben, az csak úgy fog tudni megszabadulni, ha őszinte szívvel megtér és Istenhez fordul. Az ítélet elől való menekülésnek csak egyetlen módja van. Az őszinte, becsületes megtérés. A magánéletben az igazságosság, az őszinteség, a szelídség, az, amit a boldog mondások mondanak, mint egy alkotmányként az Isten országával kapcsolatban. Testvéreim, miközben Isten országa itt dübörög a kapuk előtt, mi pedig várjuk, hogy Jézus Krisztus újból megjelenjen, ajánljuk a lelkünket Isten kezébe, az életünket ajánljuk az Isten kezébe, és legyünk irgalmasok, testvéreim, a mások gonoszságával kapcsolatban, viszont kíméletlenül számoljunk le magunkban minden igazságtalansággal, és imádkozzunk valóban azért, ahogy Jézus tanít bennünket, hogy megállhassunk az emberfia előtt, amikor visszajön dicsőségben, és amikor boldog véget ad mindazoknak, akik következetesen várják őt vissza. Amen. Lehetetlen? Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csüggedt, fásultan, belenyugszol, ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, s befagy az ajkad, a szíved, már alig mersz, s kihal belőled, minden nagy hősi lendület. S miattad dúlhat itt gazság, fertőzhet a bűn, kapzsiság, hagyót, hadd rohanjon veszélybe, dühött, őrültként a világ. Hát mit tehetnél? Nincs hatalmad, se szó, se vér, se könyv, se jaj, se ész, se fegyver, nem segít már. Se ezer nábor, sem arany. Legyen, mi lesz. Ha ég az erdő kioltja el, s mit ér a gát, ha a tenger kilép medvéből, s őrültként dobálja magát. Lehetetlen, hát lehetetlen. Méreggel, átokkal teli a világ. Szenny, láz, kelevény már lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány nyavajás vagy, s taplóban melleden belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás kél a pusztán, a néma szól, a béna meg, manna hull, hegyre hág a tenger, vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kamzsi ingét odaadja, s a kárló imádkozik. Vizen járhatsz, tüzön mehetsz át, ha hiszel, s mindez nem mese, példák beszélnek, s nézd, körülvesz, a bizonyságok fellege. Hit és minden lehet. Ne esd le csügget, fáradtan fejedet, lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet. Erő, fegyver, ész, pénz, ravasság, könyörgés nem segít, de megmentheti a világot a legnagyobb erő, a hit. Amen. Itt hangosból életés a 730-as
az idő, elmúlt az altás, vége a nyárnak, az évszakok sorban váltják a másikat. Fut az idő gyorsan, repülnek az évek, minden azt hirdeti, mullandó az élet. Ember, neked is szól némán a természet, letaolít minden a múló enyészet. Számodra is eljön az ősz, a helyvadás, jön a tél, s közel van a számadás. Készülj el addig, míg kedvez a jelen, a múlt oda, s a jövő még nincs itten. Megtérése idő csupán csak ma lehet, az úr a holnapot nem ígérte neked. A szívedben meg lesz a bűnbánat, a teljes egészben néki adod magad. Múlhatnak az évek, jöhet az enyészet, ha Jézus van veled, ő lesz az érted. Amen. Az 564-es számolnak egy 564 első és második verse. Nyárhoz hasonlít életünk fény és árnyalat tele. Az én gondolataimat szedi csokorba, az Úr iránti háláról, és úgy érzem, hogy ezt most jó, ha elmondom. Hálaadás. Lelkünk dicsimba szemma néked, és imádjuk szent neved, Urunk, ki mérhetetlen áldásoddal tetted boldoggá földi utunk. Itt vagyunk ma, testvéri körben. Hálaérzet vont ma újra minket ide. Felemeljük hozzád lelkünket, s alázattal hullunk elébed, mert méltó vagy a tiszteletre. Megváltott néped, e kis tábor, hála napot szentel ma neked. E nép, mely ez éven át ismét áldásaiból bőven részt vett. Áldó karod, kitárva láttuk, benned bízó gyermekeid felett. Mindenért, mit ez évben kezedből vettünk, a sok jóért, mit tettél velünk, a hálaadás téged illet. Jóságot hirdette a nyáron, virágos rét, erdő, napsugár. Jóságodról zengett éneket, erdők mélyén a dalos madár. Megáldottad a kerteink, a mezőt, volt bőven gyümölcs, és van kenyerünk, s mint e sok áldás szemléljünk, hálatelten zengi a lelkünk, hogy nincs jóság, mely ezzel felér.
itt állunk hát szent színed előtt, mint erőtlen, kicsiny porszemek. Lelkünk vágyik téged dicsérni, ajkunk csupán jóságodról zeng. Kis sziklánk voltál a viharban, és lelkünknek életforrása, kérünk, továbbra is áld meg minket. Ne fordítsd el atyai szemed, hogy életünk legyen megáldva. Gyertek hát mind, zengjünk lelkesen, Isten adta újból e napot. Pendüljenek szívünk púrjai, áldjuk vígan a nagy alkotót. Szálljon hála atyánk trónjához, szívünk tiszta áldozatául, hogy míg e napon együtt leszünk, örömünk lássa meg Istenünk, és küldje áldását vigaszon. Amen. Keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örökéjétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta.
te éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek meg nékik az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyen az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől Áronhoz is, távozzatok tőlem ti áldozottak az ő tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadhatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. 44-es. Akkor ezek is azt kérdezik, Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjúhozni, vagy jövevénynek, vagy mezítelennek, vagy betegnek, vagy fogolynak, és nem szolgáltunk volna néked. Így van. 45. vers. Akkor tennem majd nékik, mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyen eme legkisebbi közül én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek a örök gyötrelembe, az igazak pedig az örök életre. Amen. Eddig tart a felolvasott igény. Nézzük meg, testvéreim, hogy ebből a krisztusi tanításból hogyan szűrünk le néhány tanúságot. Egy alkalommal, egy beszélgetés kapcsán felmerült az, azt kérdezte a beszélgető partnerem, hogy mit mond a Biblia azokról, akiknek nem volt még alkalmuk sem, hogy megismerjék Jézust. Vagy hamarabb születtek, mint ő. Vagy olyan helyen laktak, ahol nem beszélnek Jézusról, nem ismerik Jézust. Kedves testvéreim, erre a válasz itt van Jézusnak ebben a tanításában az utolsó ítéletről. Ugyanis itt azt olvassuk, hogy mindegy, hogy milyen népnek a fiáról van szó. Mindegy, hogy ismerte Jézust, vagy nem ismerte. Mindegy, hogy mikor élt a történelemben, azt olvassuk itt az indító 31. versben, amikor pedig az embernek fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, odaül a dicsőséget trónjára, akkor összegyűjtenek eléje minden népet. Tehát az ítélet minden népre vonatkozik. Egy sem menekül meg az ítélet alól, mindenkire vonatkozik. Mindegy, hogy ismerte Jézust, vagy nem ismerte. Igen, igen, de ha nem ismerte, akkor minek alapján fogja megítélni az ítéletben? Pontosan ennek alapján, amit elmond. Akkor azt mondja, hogy beteg voltam, és meglátogattál, szomjas voltam, és innom adtál, éhes voltam, és ennem adtál, ruhátlan voltam, és felruháztál, idegen voltam, és befogadtál, fogoly voltam, és meglátogattál, és így tovább, és így tovább. Ezek, testvéreim, cselekedetek. Méghozzá irgalmas cselekedetek. Azt akarja mondani, ami üdvözítő Jézus Krisztusunk, az ember fia, aki ítélni fog jönni, azt akarja mondani, hogy keresi Isten az ítéletkor az irgalmasságot bennünk. És csak az menjen oda Isten trónja elé irgalmasságért, aki maga is irgalmas szívű volt ebben a világban. Testvéreim, akit nem lehet megítélni a Biblia szerint, mert nem ismerte a Bibliát. Akit nem lehet megismerni Jézushoz való magatartása szerint, mert nem ismerte Jézus Krisztust,
aki úgy gondolja, hogy egyáltalán szóba merülhet a nem tudás, a tudatlanság, mint menekülés az ítélet alól, az rosszul gondolja, ugyanis Isten testvéreim, amikor megteremtett bennünket, a bűnesetre való tekintettel elhelyezte bennünk a jónak és a gonosznak az objektív tudását, és ez a lelki ismeretünk. Ez a lelki ismeretünk. Ez mindenkiben ott van, kivétel nélkül, mindegy, hogy fekete vagy fehér, mindegy, hogy most született vagy ezelőtt, ezer évvel. Az más kérdés, hogy a lelki ismeret az módosul, és a lelki ismeretet el lehet hallgattatni, a lelki ismeretet meg lehet ölni, a lelki ismeretet tompítani lehet, de a másfél éves gyermek, amely tudja, hogy nem szabad az ollóhoz hozzányúlni, az már dugja a kabát alá, vagy valahova teszi, az úgy lopja kifele, mert tudja, hogy nem szabad. Tudja, hogy nem szabad. Nincs olyan, aki testvéreim a világon bűnt követne el, életellenes cselekedetet, valami olyasmit hajtana végre, aki ne tudná, hogy ez szabad, ez nem szabad. De pontosan az a helyzet, hogy ez a belénk írt mécses, azt mondja róla a példabeszédnek könyve, hogy az Isten lelke mécses bennünk, az ember lelkében. Pont azért adta Isten, hogy legyen nekünk vezérfonalunk, ami belülről irányít bennünket, legyen egy oszlop, egy tűzoszlop, ami világít nekünk az élet rejtelmei között, és az ember először a lelki ismeretét kell, hogy erőszakkal legyűrje, mielőtt gonoszságot tudna tenni. Erről beszél a példabeszédek könyve 8. részének az utolsó verse. Oda az van írva, keresd meg Andikám, légy szíves, példabeszédek 8. rész. És az utolsó verset fogod meg mindjárt felolvasni, ha megtaláltad. Ez egy olyan ige vers, testvérem, amit mikor megfigyelünk, akkor rájövünk, hogy Isten a lelkiismeretet odaírta az embernek a belsejébe, a szívébe, és lehetetlen, 8. rész, utolsó vers. De aki vétkezik ellenem, erőszakot szerezik az ő lelkét, minden valaki engem gyűlön, szereti a halált. Hallottátok, hogy olvasta testvéreim? Aki vétkezik ellenem, azt mondja Isten, az erőszakot cselekszik a saját lelkén. Mert amikor gonoszságot akar elkövetni, a lelkiismerete meg fog szólalni. Minden valaki szereti a gonoszt, azt mondja, minden, aki gyűlöl engem, azt szereti a halált, mondja Isten. Így van, testvérek. A lelkiismeret ott van, amit Isten mindenkiből adott, és ennek alapján azt is meg fogja ítélni Isten, aki soha nem hallott Jézusról, vagy nem is abban az időben élt, de ítélet nélkül senki nem fog maradni, akkor, amikor visszajön Jézus és felállítja az ő ítélő székét. A következő, amit ebből a felolvasott igéből szeretnék megosztani veletek, testvéreim. Ez a 20-30 éves tapasztalat, ahogy a karizmatikus mozgalom elterjedt ezen az egész világon, hát hozott jót és rosszat is, de van a karizmatikus, nem is karizmatikus, én azt mondanám inkább, amit John F. MacArthur mond, egy amerikai teológus, ő azt mondja erre a rosszul értelmezett karizmatikus közösségre, mozgalomra, hogy ez nem karizmatikus mozgalom, hanem ez karizmánia. Ugyanis vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy aki Isten gyermeke, aki Jézus Krisztusnak a követője, az nem lehet beteg, az nem lehet szegény. Testvéreim, ennek homlok egyenes ellene mond Jézus Krisztusnak ez a tanítása. Jézus ebben a tanításban nem csak azt mondja, hogy a hívő ember lehet akármilyen hívő, akármilyen jó hívő, akkor is lehet beteg, juthat szegénységbe, lehetnek problémái, átmehet megpróbáltatásokon. Nem csak azt mondja itt Jézus ebben a tanításában az utolsó ítéletről, hogy a hívő is lehet szegény, hanem azt mondja, hogy minden betegben, akit meglátok, az ő van jelen. Nem csak, hogy nem lehet beteg, hanem a betegben ő van ott, akit meglátogatsz. Vagyis ő nem akarja az embert megszabadítani ennek a világnak a nyomorúságától, majd megszabadít, amikor eljön, végleg megszabadít a nyomorúságtól. De egyelőre együtt ítél bennünket ezzel a világgal, együtt történhetnek problémáink, csak egy igeverset hozzak fel ennek az állításnak az igazolására.
A 34. Zsoltárban, biztos vannak a testvérek között olyanok, akik emlékeznek erre az igére. A 34. Zsoltárban az van írva, hogy sok baj éri az igazat. Sok baj éri. És nem a hamisat, az igazat. És nem kevés, hanem sok. De valamennyiből kimenti az Úr. Tehát testvérek, nagyon szinte, hogy azt gondoljuk, hogy ó, szerencsétlen, mennyi baja van. No, biztos, hogy sok rossz már tett a tűzre. Sok baj éri az igazon, nem a hamison, az igazon. Testvéreim, Jobról nem azt mondta az Úr, hogy igaz és Isten félő? Ha ne, mennyi nyomorúság szakadt a nyakába? De az a sok nyomorúság, ami a nyakába szakadt, az csak azt bizonyította, hogy amit Isten mondott, hogy igaz és Isten félő, az igaz. Vagyis, amikor jönnek a problémák az életünkbe egyik a másik után, azok nem megváltoztatnak bennünket, csak megmutatják, hogy mi van a legbelül. Mint mikor az asszonyok hámozzák a krumplit a burgonyán, szedik szépen lefele, aztán kiderül, hogy mi van a közepében. Ilyen hatalmas burgonyákat vettünk a múlkor egy zsákkal a feleségemmel, úgy örültünk neki. Mind az összesnek van egy fekete pont a közepében. De hát az nem derül ki csak akkor, mikor hámozott megfele. Na, az Úr szépen megenged bennünket, az ördög ott van a hámozóban benne, aztán szépen hámozza lefele rólunk az éveket, meg a körülményeket, meg stb. Szépen kiderül, hogy mi lakik a szívünknek a közepébe. Adja a kegyelemnek Istenem, hogy mindannyiótok szívében az igaz Isten félelem legyen ott legbelül. Azt minél több héja jön le az embernek, annál inkább kiderül, hogy ott a szíve közepén, hogy hűséges, szereti az Isten, minél több olyan van, annál közelebb megy a keresztfához, és annál szorosabban tartja. Ez a lényeg. Ez a lényeg. El tudjátok képzelni, testvéreim, hogy micsoda blama, micsoda szégyen a pokol számára, hogy az Isten rászabadítja a poklot valakire, az minél jobban gyötri, annál inkább kiderül, hogy ez egy gyémánt az Isten kezébe. Micsoda blama ez az ördögre nézve. Isten nem tud jobban megdicsőülni, mint az ő gyermekeinek a szenvedése közepette, mikor hiába megengedi, hogy szenvedjenek, ezek mind felfele kiáltanak, annál közelebb mennek hozzá, minél több bajuk van. Ez a valóság. Ez a hívő valóság. És még egy dolog, amit ebből az igéből szeretném, ha megfigyelnénk, az pedig a hitnek és a cselekedetnek a viszonya. Itt Jézus nem hitről beszél, itt cselekedetről beszél. Azt mondja, hogy beteg voltam, meglátogattad. Szomjas voltam, innen adtad. Éhes voltam, ennem adtad. Itt mind cselekedetekről van szó. Igen, de Pál apostol meg azt mondja, hogy hitből tartatunk meg, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjen. Akkor itt Jézus miért a cselekedeteket kéri számon, ha hitből tartatunk meg? Azért testvéreim, mert az is meg van írva, hogy nem az éj, aki akarja sem, nem az éj, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nekem nem azért kell ezeket a cselekedeteket létrehajtanom, hogy bemenjek az Isten országába. Én ezeket a cselekedeteket azért fogom létrehajtani, mert én bennem irgalmasság van. Az Isten irgalmassága ott van bennem, és én azért hajtom ezeket, engem is gondolkozom rajta. Én irgalmas szívű vagyok, mert olyan a benső. Amikor újjászül bennünket a mindenható Isten az ő országa számára, testvéreim, akkor nekünk már meg kell azon gondolkodni, hogy most hogy is kéne valami jót csinálni, mert belülről jó, hogy tegyem, mert más a természetem. Adja az Úr, hogy mindannyian megváltozó természettel várjuk őt vissza, amikor eljön. Amen. Amen. Amen.